Néhány éve, amikor megszületett a lányom, leszoktam a dohányzásról és rákaptam a sakkra. Miközben különböző helyi bajnokságokon vettem részt, egy lenyűgöző világot fedeztem fel. Az egyik sakklubban láttam először a polgárlányok fotóit, Botvinnik, Kasparov és más világbajnokok képei között. Természetesen mindegyikük marcon a férfi. Budapest. Évente egyszer a három nővér itt találkozik, hogy szimultán sakkozzon 100 amatőr játékos ellen, akik igyekeznek megszorongatni és egy felejthetetlen döntetlenre kényszeríteni ezeket a sakkzseniket. Igen. Hát régebben, mikor még gyerekek voltak, 7-8 évesek. Hát egyedül a Zsófikát tudtam egyszer megverni. Arra emlékszem, még élek. Három a kislány. A 17 éves Zsuzsi, a 11 éves Zsófi és a 9 éves Judit. Ők a polgárlányok, akik ma délután a közalkalmazottak szakszervezetének székházában szimultánra vállalkoztak meglett felnőtt férfiak ellen. Hármat vesztettem és egy döntetlen 17 táblán. 15-ből 8-at nyertem, 5-öt vesztettem és 2 döntetlen. Nem a polgárlányok, Zsuzsa, Zsófi és Judit akartak ennek a történetnek a hősei, vagy akár csodagyerekek lenni. Édesapjuk, Polgár László már jóval a születésük előtt eltervezte az életüket.